Katonai tiszteletadás mellett Benkő Tibor magyar honvédelmi miniszter jelenlétében felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót az aradi vértanúk emléknapján a parlament előtti Kossuth téren Budapesten. Miniszter úr, Szudár Csaba százoros, a lobogó kíséret parancsnoka, kérek engedélyt október 6-a nemzeti gyásznap alkalmából Magyarország lobogójának felvonására és félárbócra engedésére. Az engedélyt megadom. A központi rendezvény sorozata Fiumei úton a Battyányi mauzóleumnál folytatódott. Beszédet mondott Áder János, magyar köztársasági elnök és Tarlós István, Budapest főpolgármestere. Tarlós István azt mondta, az aradi vértanúk hazafias kiállásuk, egyenes jellemük, nemzethez való hűségük, szabadságvágyuk okán voltak készek elszenvedni az erőszakos halált. A magyarság évezredes történelme bizonyítja, hogy népe jó részt erős és elszánt patriótákból állt, akiknek köszönhető, hogy történetének kezdete óta megőrizte független nemzeti mi voltát, nyelvét és önálló identitását. A magyar hagyományokban mélyen gyökerezik az aradi vértanúk emléke. Áder János magyar államfő emlékeztetett, a tragikus sorsú első magyar miniszterelnököt igaztalan vádok alapján csupán bosszúból ítélték halálra. A megrendítő halál, a lőporfüst, a puszta kezdőbetűkkel jelzett első sírbolt, de még a második nyughely, a díszes mauzóleum is képes elfeledtetni egy tiszteletre méltó életet. Mintha Battyányi minden államférfiújú erényét végérvényesen magába olvaszotta volna, hogy mártírként halt meg. Pedig Battyányi Lajos nem csak meghalt Magyarországért, hanem élt, dolgozott, küzdött érte. A beszédeket követően koszorúzással és néma főhajtással tisztelegtek a vértanú halált halt egykori miniszterelnök és mártírtársai, valamint a forradalom és szabadságharc hősi halált halt áldozatai előtt. A magyar kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át.